Nagy-nagy lelkesedéssel készülünk az új tanévre, hisz az iskolákban általában nem január 1-én kezdődik az év, hanem szeptember 2-án. A híresztelésekkel ellentétben nem szeptember 9-én, hanem szeptember 2-án kezdődik a tanév. Iskolánkat a nyár folyamán olyan 80%-ban átvették, úgyhogy maradt olyan 19-20% még szeptemberre. Ez az újdonság, amellyel az iskolában az új tanévet kezdjük. Tankönyvek ellátottsága terén ott a második osztályban még nem teljesen vagyunk ellátva tankönyvekkel, meg a hatodikban sem vagyunk teljesen ellátva tankönyvekkel, de az ígéret van, hogy el leszünk látva. Ami viszont probléma, az az, hogy a 11-es Ukrajna története tankönyvet nem javasolták fordításra, tehát valószínűleg ukrán tankönyveket fogunk kapni. A gyerekeknek azt üzenem a tanévkezdés alkalmából, hogy ne féljenek, jöjjenek vissza az Alma Materbe. Nagyon-nagyon érdekes esztendő, közös esztendő vár ránk. Igyekezzen mindenki, aki még nem járta ki az orvosi vizsgát, járja ki az orvosi vizsgát, szerezze be a papírokat az oltásokról, szerezzen be minden oltást, mert az új szabályok értelmében a iskolába csak oltásokkal lehet jönni. Fel a fejjel, vidám év lesz, köszöntök mindenkit az új tanév kezdés alkalmából. 55 elsősünk van. Ez nagyon szép szám, ez két szép nagy osztályt fog jelenteni. Elsősöknek azt üzenem, amit a többieknek is, hogy örömmel jöjjenek ide, családra fognak itt találni. Amit be kell szerezni, taneszközöket, azt a legalábbis a mi iskolánkkal kapcsolatban, azok bátran jöjjenek be, és itt a titkárságon kapnak egy kis felsorolást azokból a taneszközökből, amit meg kell az új tanévre vásárolniuk. Ők már az új ukrán iskolába tanulnak, hisz tavaly már elkezdtük az új ukrán iskola, hogy úgy mondjam, projektet. Ez már a második esztendő. Második esztendő felújított osztályteremben lesznek, új szekrénysorral, új multimédiás vetítővel, szóval érdekes lesz, jöjjenek. Ha összehasonlítjuk a környező iskolákkal a tanár ellátottságunkat, azt kell mondanunk, hogy hála jó Istennek mindegyik tanár állás be van töltve. Az új tanévben egy új magyar szakossal gazdagodtunk, és egy új matematikussal gazdagodtunk. Változások történtek bizonyos tantárgyakat oktató tanároknak a terén, hisz az egyik tanárnéni külföldre távozott, de a másik a helyére állt. Szóval hála Istennek a Csepi 2-es számú Széchenyi István középiskolának a tanári kara 100% fel van készülve ahhoz, hogy a 2019-2020-as tanévet elkezdje. És optimistán nézünk a jövőbe, reméljük, hogy a nyelvtörvények, meg oktatási törvények terén is változások lesznek, és győzni fog Kijevben is a józan ész. Adja ezt a jó Isten mindenkinek!